Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a Szent Mise áldozatot élő Máriáért, Irénért, elhunyt Józsefért mutatom be. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert védkezzünk ellenem. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te Szent Józsefet csodálatos gondviseléseddel, egyszülött fiad édesanyjának jegyeséül választottad. Add meg, kérünk, hogy akit pártfogónként tisztelünk a földön, közben járunk legyen a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Bírák könyvéből. A Bírák korában történt. Szikem városának lakói összegyűltek a nevezetes szikemi tölgyfánál, és királlyá tették Abimeleket, aki Joatám kivételével minden testvérét megölte. Amikor ezt hírül vitték Joatámnak, az felment Garizim hegyére, és onnan harsány hangon ezt kiáltotta a szikemieknek. Hallgassátok meg tanító példázatomat.
hogy Isten is meghallgassa a ti szavatokat. Elmentek egyszer a fák, hogy királyt választanak maguknak. Először is az olajfának szóltak. Te légy a királyunk, az olajfa ezt felelte. Csak nem hagyom el bőven csorduló olajomat, amelyért istenek és emberek tisztelnek, pusztán azért, hogy királyként tetszeledjek a fák között. Azután a fél fügefához fordultak. Jöjj és te légy a király köztünk. Az meg így utasította vissza. Csak nem hagyom el édes termésemet és pompás gyümölcsömet azért, hogy a többi fa fölött uralkodjam. A fák erre a szőlőtőkét kérték fel királyuknak, ám de ez meg ekként válaszolt. Csak nem hagyom el boromat, amely Istent és embereket megvidámít, hogy fáknak parancsoljak. Végül a fák fölresték a lagonyát. Gyere, te légy a királyunk! Az így felelt. Ha valóban királyjá akartok tenni, gyertek ide árnyékomba, és békében pihenjetek. De ha nem igazán ki akarjátok, tűzjön majd ki a galagonyából, és megemészti még a Libanon cédrusait is. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Az időben példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment,
hogy szőlőjében munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokat a szőlőjébe, a harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak tétlenül a téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, ezek az utolsók csak egy órá és ugyanúgy a nap viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek, barátom, nem vagyok igazságtalan, nem de egy dénárban egyeztél meg velem, ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban testvéreim, mindenkinek egy dénár jár. Világos, hogy ez a dénár az örök életet jelzi, amit Isten mindenkinek adni akar. És azok, akiket utolsóknak tartanak, ha elfogadják, elsők lesznek, míg az elsők könnyen lehetnek utolsók. A szőlős gazda nem tolerálja, ha valaki nem dolgozik. Azt akarja, hogy mindenki munkálkodjon a kertjében. Valójában azok számára, akiket már hívott, az első jutalom az, hogy dolgozhat az Isten szőlős kertjében, szolgálhat az Úrnak, részt vehet az ő munkájában. S ez már önmagában is olyan jutalom, amely megér minden erőfeszítést. Ezt csak azok értik meg, akik szeretik az Urat, akik szeretik az ő országát, akik fizetségért dolgoznak csupán, soha nem értik meg e felbecsülhetetlen kincset. Szent Máté evangélista, aki leírja ezt a példabeszédet, maga is átélte ezt személyesen.
Mielőtt Jézus meghívta volna, munkájába vámos volt. Úgy tekintettek rá, mint nyilvános bűnösre, aki ki van zárva az Úr szőlős kertjéből. De minden megváltozott, amikor az Úr elhaladt mellette, rátekintett, és így szólt hozzá, kövess engem. Az adószedőből Krisztus tanítványa lett, az utolsóból első lett. Hála Isten logikájának, amely egészen más, mint a világ logikája. Kérjük Urunkat embertársainkért, különösen a ránk bízottakért. Imádkozzunk azért, hogy senki el ne vesszen. Ezzel a lelkülettel örüljünk minden megtérőnek, akármilyen messziről talált haza. Ugyanakkor hálásan köszönjük, hogy mi már korán meghívást kaptunk. Uram, meghívtál szőlődbe, nem hagytál engem tétlenül. Megadtad, korán kezdhettem, semmi nem volt véletlenül. Megáldottad minden munkám, eltöltöttél örömével, megegyeztünk egy dénárban, tudom, ez az örök élet. Csodálatos volt a hajnal, elment már a délelőtt is, lassan bizony esteledik, a szívem hálával telik. De jó, hogy még dolgozhatom, tudni, hogy szükség van még rám. A tétlenségnél nincs rosszabb ülni és várni a halált. Uram, szereted szőlődet, becsülöd a munkásokat. Vannak tétlenül ácsorgók, hívjál meg közülük sokat. Mikor én már befejezem, legyen, aki helyembe lép. Ne szakadjon meg a munka, szőlőt hozzon bőven termést. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anya Szent Egyházat, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a főpásztorokat, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elvezesse az Anya Szent Egyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy József testvérünknek, akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk fölséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mennyei Atyánk, midőn bemutatjuk neked ezt a dicsérő áldozatot, kérve kérünk, hogy szolgálatunkban támogasson bennünket Szent József imádsága, akinek atyai gondjára bíztad a földön egyszülöttedet, aki él és uralkodik, mint örökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. És Szent Józsefet tisztelve, illő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt az igaz férfit, az Isten szülő szűznek jegyesül adta, mint hű és okos szolgát, családot fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült fiadat, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott vigyek, Urunk, és elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért, fiat, halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol
mint örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az erejtel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó hallom, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, életadó szentségeddel tápláltál minket, add, hogy igazságban és szentségben mindenkor neked éljünk. Szent József példájára és közben járására, aki mint igaz és engedelmes férfiú, neked szolgált az üdvösség nagy tervének végrehajtásában, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áldott szép napot kívánok mindannyiotoknak. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, menjetek békével. Istennek legyen hála. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engesztelt meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztén.